Kabardűlő Pál utca, hirdeti a frissen kihelyezett tábla a Bor utca elágazásánál Szekszárd külterületén. Többek között ezen a területen kezdték el az utcákat és közterületeket elnevezni a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai. De a város minden része sorra kerül majd, mondja Göttlinger István, Szekszárd aljegyzője. Ez azért fontos, mondja a szakember, mert lakcímet létesíteni csak a címregiszterben szereplő címen lehet. Márpedig az utóbbi időben egyre többen költöznek ki a város külterületeire, amik eddig nem vagy csak részben voltak elnevezve. A városnak a rendezettsége nem csak azért kívánja meg, mert a jogszabály, hangsúlyozom, 14-es jogszabály előírja, hanem mindannyiunk érdeke, hogy a megközelítés, a fellelhetőség, adott esetben akár egy mentő, vagy tűzoltó, vagy bármi más esetén pontos címre, GPS-be iktatottan oda lehessen menni. Az önkormányzatnál a változást átvezetik a nyilvántartásba, ami alapján az új cím rákerül a tulajdoni lapra. A bankokhoz és különböző szolgáltatókhoz azonban személyesen is be kell menni az ügyfélnek, csak úgy, mint a szekszárdi járási hivatalhoz. Így cserélik le az ügyfél lakcímkártyáját forgalmi engedélyét. Ebben az esetben ugye a lakcím változás az bizonyos eljárásokkal jár. Ez a magánszemélyek esetében lakcímváltozás átvezetése ingyenes. Föl kell keresni természetesen az okmányirodát, ez némi kellemetlenséggel jár, kétségtelen. Cégeket hivatalból értesítjük, illetve értesítjük azokat a közületeket, szolgáltatókat, amik kapcsolatba állnak ezek a fogyasztók. Az önkormányzat jelenleg is egyeztet a szolgáltatókkal, hogy vezessék át a saját rendszerükbe a címeket, és ne kelljen az ügyfélnek ez miatt személyesen is felkeresnie az ügyfélszolgálatokat. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai első körben 34 közterületet neveztek el, és közel 1000 egyedi címet állapítottak meg a Palánkihegy, Jobbparászta környékén. A következő időszakban az Előhegy, Botjánhegy, Csatár, Csötönyi völgy következik majd. Előreláthatóan 100-120 új közterület elnevezésére lesz majd szükség, és több ezer cím létrehozása és felülvizsgálata várható a jövőben.